Mindenkinek ez itt a Csak a Zene, a Trio TV Dunántúl magyar zene magazinja. Igazi, autentikus koncerthelyszínről jelentkezünk. Bár most nem innen lesznek a riportok a következő bő 20 percben. Nézzük a tartalmat. Lesz Szücsinger, mert ők voltak a szerda esti akusztik vendége. Aztán egy kis nyári néző riport a Nyughatatlannal. Majd helyi zenekarokat is bemutatunk, hiszen Hegyfalun volt egy jó kis buli. Majd egy meglepetés klip következik. Tartsatok velem a következő bő 20 percben. Szerda esti akusztik vendége február 10-én az Agorában a Szücsinger formáció volt. Nika Robi beszélgetett velük, ezt írta róla. Szücs Krisztián és Szélinger Balázs elmondásuk szerint az elmúlt évezredben az egyik Sziget Fesztiválon találkoztak. Akkor még senki sem sejtette, hogy a Heaven Street 7 énekesének és a fiatal ambíciózus írónak 2014-ben szorosabbá válik a kapcsolata. Ekkor alakult meg a Szücsinger formáció, amely formabontó módon Beatles-t, Petőfit, kabarétréfákat és Heaven Street 7 dalokat játszik átdolgozott köntösben. Azt ugye tudjuk, hogy a közös munkátok a rájátszás programmal kezdődött ezelőtt egy-két éve, viszont a ti ismerettségetek az régebbre nyúlik vissza. Hogyan kezdődött? Hát azt mindig te tudod, mert én mindig elfelejtem. Erre a kérdésre én szoktam válaszolni, ez meg a múlt évezredben kezdődött. 90-es évek utolsó harmadában. Hát a munkahelyem olyan volt, hogy a Szigetnél dolgoztam, hogy megismerkedtem az együttessel. És kiderült Krisztiánnal számtalan közös dolog, például, hogy szinte szomszédok vagyunk, volt egy Horváth János nevű dédapánk, szinte egymás melletti településen. Kettő, mert neked is volt, hogy meg nekem is. Ja, külön, ez ezek külön emberek, volt. Csak a nevük volt ugyanaz. Aztán hát a magyar kabaré például, mint rajongástárgya, a Beatles, Petőfi Sándor. Szót követett. Meg mind a ketten szeretünk hülyeségeket beszélni sokáig. Úgyhogy, igen. Úgyhogy végül is valahogy ezekből épül föl a Szücsinger. Pirosabb a szívüknél nem lehet, és nincsen semmi sem édesebb, ahogy te, ahogy én. Ó, nem szedne senki cseresznyét. Innen jöttek a kabarék, és amik itt az előadás közben betétként ott vannak? Igen, hát igen, igen. Meg hát sok minden ilyen kicsit ilyen, vagy aktuális, vagy éppen minket érdeklő dolgok, akár mondjuk az első világháború tematika, de hát minden van, tehát a Führerizm magyarultól kezdve az MC Hammeren keresztül a háborús és háborús kabarai, illetve kabarétlan háború hangulatokig minden van. Igazából nem is tudjuk, hogy mi ez pont, az számunkra is az az érdekes az egészben, hogy ezt pontosan nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mit csinálunk. Meg hát ugye van zene is persze, dalok. Ha valaki a teljességre kíváncsi, azt megkapja lényegében. Krisztián, mit szóltál, amikor Balázs úgymond áthangszerelte a dalaidat? Hát nagyon-nagyon szép. Gyakorlatilag teljesen új életet adott egy-két régi dalnak. Például a kedvencem az a Menni kell tovább című volt, Heaven Street 7 dal, Isten nyugosztalja, aminek most már az a címe, hogy meghalok. És Balázs átírta, és ez annyira megváltoztatta az egész dalt, hogy egyébként a rájátszás lemezen már maga a zene is teljesen más lett. Tehát igazából ez tényleg így van, hogy olyan szinten hatása van egymásra a zene és a szöveg, még ebben az ostoba kis pop zenében is, amit mi űzünk, hogy tényleg akár csak egy szöveget átír az ember, azt gondolja, hogy jó, kicsit mást énekel a
kopasz mélyhangú énekesnő, és akkor, de attól meg az ugyanaz a dal, de nem. Tehát ebből például az is látszik, hogy egy szöveg teljesen meg tudja változtatni. Meg tud változtatni mondjuk egy dalt. Meg hát én is neki szaladtam Balázs néhány versének, és hát nagyon inspirálóan tudott hatni, meg azóta, mióta már így a rájátszás kereteiben, azóta is írtunk, illetve hát írt verseket, amiket én megzenésítettem, és ezekből is lesz ma este, úgyhogy mindenfélét csinálunk. Ugye Balázs, téged, mint ismerköltőként ismerhetünk, úgymond szép irodalom, műfordítások, színházi darabok. Mekkora kihívás volt most ez a Szücsinger formáció? Hát elsősorban a színpadi szereplés a kihívás, mert persze 15, ha nem is 20, de 15 éve biztosan találkozom közönséggel, de hát az én szakmámban az pont azt jelenti, hogy egy darab papír mögé szépen bebújok, és abba kapaszkodom, és szépen felolvasom, ami azon van, és nem nézek közben senkinek a szemébe. Hát ez egy más, ez más terep, ez a mostani itt. Nem azt mondom, hogy bohóckodni kell, de mindenképpen többet kell csinálni. Na hát ez Adj kihívás. Magadból. Ez kihívás. Az kihívás. Vannak persze módszerek, hogy ezen az ember segítsen. Több-kevesebb sikerrel veszem ezeket az akadályokat, de azért azok az akadályok még vannak. Hát ide ezt tudom, most már jó két éve együtt dolgoztok. Mik a tapasztalatok, közönség? Mennyire fogadta be a Szücsingert? Szerencsére azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag folyam. Tehát amikor így valahol van egy Szücsinger, akkor az általában működik. Mire elkezdték unni, már rég nem voltunk sehol, úgyhogy. ez gyönyörű mondat volt. De hát abszolút ilyen, hát tényleg azért egy kicsit egy ilyen érzelmi hullámvasút is, mert tényleg van a nagyon ordinári röhögni való dolgoktól kezdve vannak egészen komoly témák is, úgyhogy abszolút működőképesnek tűnik. Persze nyilván van ennek egy ilyen közege, mert például volt olyan tapasztalatunk, hogy mondjuk olyan közegben, ahol általában ilyen rendes, hangos koncertek szoktak lenni, ott mondjuk kevésbé működik, mert nyilván a beszéd, meg a szöveg, meg az ilyen finom rezdülések azok ott így elhalnak. De például egy ilyen környezetben azt gondolom, ahol most itt lesz az Agórában, ez mondjuk tökéletes. A Nyughatatlan zenekar a klasszikus rock and roll életérzést közvetíti a színpadon és a színpadon kívül is. Velük beszélgettünk a gyógybornapokon még nyáron. Közben a gasztroszínpad a Nyughatatlan együttessel debütált. A három fiú, három lány a névadóhoz kötődő filmhez, az 50-es évek amerikai hangulatához nyúlt vissza. A klasszikus felállást hozták, elektromos gitár, nagybőgő, gitár és sok jó hang. Az idősebbek nosztalgiázhattak, a fiatalabbak élvezhették a dallamos, ritmusos zenét. A Nyughatatlan zenekar egy Johnny Cash életéről szóló filmről, film címéről kapta a nevét. Hányszor nézted meg a filmet? Hányszor? Hát legalább 100-szor biztos. Valóban egyébként ez a film ihletett meg. Valamikor 2006-ban láttam először. Bevallom, hogy én Johnny Cash-t ismertem azelőtt, de mélyebben nem foglalkoztam a zenével. Mindig rockzenéket hallgattam és rockzenekarokban gitároztam. Hobbiból kezdtem ezt az egészet, amit úgy mondta, hogy zenész voltam akkor is, de hobbiból gondoltam, hogy játszok Johnny Cash dalokat, és majd alkalomattán fellépek néha. Aztán így kiforta magát a dolog, 2010-ben alakult a zenekar, mára már három lemezt adtuk ki. Egy idő után elhagytuk ezt, hogy Johnny Cash and the Rockabilly Song, mert ugye így címjeleztük ezt a zenekart. Már saját dalokat játszunk, úgyhogy mai nap is itt ükön nagyon sok saját dalt előadtunk a Johnny Cash dalok mellett. Olyan forró, meglátni téged, egy élet.
mennyire jellemző a zenekarnak a felállása, gyakorlatilag ez a gitár, basszus, gitár, hegedű, illetve dob? A zenekarnak a felállása az jelenleg most 6 fő, nagyon jól mondtad. Basszusgitár helyett nagy bőgőt mondanék, ez jellegzetes, dob, hegedű, és van egy vokalista, valamint a frontban mi ketten vagyunk Dórival, együtt, úgymond együtt alakítottuk a zenekart, és nagyon sok duettet adunk elő, néha ő énekel szólót, néha én így felváltva, úgyhogy egy ide már így csináljuk a zenekart. Saját számaitokat ki, hogyan, miképp szerzi? A zenekarban a saját a dalokat én szerzem, a szövegekben van egy szerzőtársam, ez változó, valamikor teljesen egyedül írom, vannak olyan dalszövegek, amiket feldolgoztam és átvettem mástól. A dalokat gyakorlatilag már félkész állapotban viszem le a próbaterembe vagy a stúdióba, és akkor együtt rakjuk össze. Ki hangszereli, ki osztja ki a szerepeket, hogy mikor, ki, mit énekel, milyen hangszere, mit játszik? Félig meddig együtt dolgozzuk ezeket ki. Mindenkinek van egy kis beleszólási alapja a dologba, de nagyon sok esetben előre megpróbálom megírni, illetve a vázakat, és akkor, hogyha építő jellegű dolgokat hozzá tudnak fűzni a zenészek, akkor mindig úgy alakítjuk. Ezt a 6 embert mi hozta össze, az 1950-es évek Amerikája, vagy esetleg egy közös zenélés? Gyakorlatilag trióként indult a zenekar 2010-ben, később 2011 körül kezdtünk el bővülni, és valahol a bulik hozták össze ezt a felállást, mindig igényelte minél nagyobb színpadra, minél több zenésszel, több vokalistával léptem fel, és akkor gyakorlatilag az igény mindig meg is volt rá, sőt mai napig nagyon-nagyon ritkán fellépünk trióban, vannak olyan helyek, de így a nagyobb fesztiválokon mindig így teljes zenekarra játszunk. Hozhatok hátteret, paravánt, ez mindig így történik? Igen, ez nekünk mindig egy ilyen színpadi kellék, erre mindig odafigyelünk, szeretjük, hogyha a színpad kép is valamilyen szinten ezt a hangulatos sugallja, amit mi ezzel mondani akarunk. Helyi zenekarokat bemutató rovatunk következik. Egy jó értelembe vett klasszikus amatőr zenekari buliba hívtak minket Hegyfalura, ahol több legyet ütöttünk egy csapásra, hiszen 4 zenekar is színpadra lépett. Ezer 1981-ben próbálkoztunk először, ugye GHV néven, akkor még 3 tagú volt a zenekar, a Gerbertoti, ugye azóta azért volt G, Hargitai Laci, és hát jó magam Varga Zsolt, és akkor ebből ők ketten, meg ők voltak a profi zenészek, ők kitalálták, hogy legyünk GHV, és akkor így kezdődött az egész zenei történet. Hát nem tartott sokáig, mert aztán közben bevonultunk, én ugyan fociztam, futballoztam, és akkor pár év kimaradt, és akkor közben a Hargitai Laci és a Gerbert Oti, ők azért összejártak zenélgetni, és próbáltak számokat szerezni, és ez így ment évek hosszú során, és akkor bejött hozzánk a Kondor Árpi, hogy hát próbáljuk meg, akkor ő lesz a negyedik tag, és akkor kitalálták, hogy legyen Apex a nevünk, mivel sokan a Gerbert Otival és én a Tüdőgyógyintézetben dolgoztam, és akkor hát Apex ugye szép csúcsot jelent, és akkor így lett ez az Apex név. És akkor a legnagyobb bulink tulajdonképpen az 86-ban volt, a május 1-én egy hatalmas felvonulást szerveztünk itt, akkor a tanács volt még, közös tanács volt, és a 4 falu, Hegyfalu, Répce-Szentgyörgy, Zsédeny és Vasegerszeg, és bementünk a tanácsra, és akkor mindenkit ki imporítottak, hogy már pedig most fel kell volni, és lementünk a Répce partra, mostani Malomba. Ott volt kialakítva egy nagyon gyönyörű hely, amit tulajdonképpen a szanatóriumnak köszönhetünk, azon belül is a Takás Pista bácsinak, aki akkor volt gondnok itt, és mindent megmozgatott azért, hogy ez a színpad elkészüljön, és nagyon flottul menjen minden. Rengetegen voltak, hát volt biztos 1000 ember. Közben
Közben sajnos olyan dolog történt, hogy az Árpia Kondor egy autóbalesetben 96-ban életét vesztette. És innentől kezdve tulajdonképpen meg is szűnt ez a zenekar. Még a Toté és a Hargitai, Potyának, Potya a beceneve Hargitainak, összejártak ismét zenégetni, meg próbálni új számokat, csak közben a Toté megbetegedett. És 2006-ban sajnos nem tudott úrrá lenni a betegségén, és elhunyt. És ezzel a két emberrel így meg is szűnt el a zenekar létezni. És most 5 éve, mivel képviselőtag is lettem itt a faluba, beszélgettünk, volt, kellene tartani egy ilyen emlékkoncertet. Megcsináltuk, szóltunk minden az elhunytaknak, feleségének, hozzátartozóinak, gyerekeinek, és akkor abból is egy hatalmas buli kerekedett, és ezt most minden évben így megismételjük. Köszönet a támogatóknak, az önkormányzatnak, a kocsma most ismét kinyílt Hegyfalun, a Kocsmáros Hölgynek, közben jó kapcsolat lett a hangosító sráccal. Így kezdett felturbosodni az egész, közben 3 zenekarral bővültünk, minden évben egy-egy zenekar hozzájött ehhez a bulihoz, és most már 5 zenekar van, tehát az egész estét kitölti ez a buli. Azt is remélem, hogy jövőre is meg tudjuk majd csinálni. Hát rajtunk nem fog múlni, és gondolom a fiatal srácokon se fog múlni. Még azt hozzá szeretném tenni, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Hargitai és én voltam az Apex-ba, ugye a másik kettő elhunyt, és a gyerekei, az Árpinak a gyereke most nálunk basszusgitározik, a Totinak idézőjelben sajnos lányai születtek, úgyhogy ők nem zenélnek, de az én fiam egy másik zenekarban, a Galériba, a Hegyfűs zenekarban dobol, úgyhogy azért így az utánpótlás megvan. Mi látom az arcon a mosolyokat, mi látom a lányokat, olyan valósnak tűnik minden, pedig távol messze van. Saját számok voltak ezek, vagy ándolgozások, amivel elindult az Apex? Hát, először feldolgozások voltak, utána meg hát természetesen írtak saját számot, amit ma este majd meg fogunk hallgatni. Egy pár jó számot azért írtak a Totiék, és ezt mind úgy feldolgoztuk, és Hargitaival így hangszereltük, hogy jobban szóljon. Ugye jobb lett a technika, úgyhogy remélem jól fog szólni. Az elmúlt hetekhez hasonlóan ilyenkor szeretnénk bemutatni azt, hova lehet és érdemes is koncertre menni, ha valaki jó zenét, főleg ha jó magyar zenét szeretne hallgatni itt a megyében. Gondoltam eső esik, pedig a szemem könnyezik. Azt gondoltam eső esik, pedig a szemem könnyezik. Az én szemem sűrű felhő, annad ber engem az eső. Gyere rózsám, béküljünk meg, ehhez másnak engedjünk meg. Gyere rózsám, béküljünk meg, ehhez másnak engedjünk meg. Mindig voltak, kik így jártak, mind megengedtek ehhez másnak. Gyújtsad kezed, várjad feled, várjad szót, csak szóljak veled. Gyújtsad kezed, várjad feled.
A műsor elkészítését a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programja támogatja, ezért a műsor végén egy a program által támogatott zenekar klipjét mutatjuk be mindig. Hogyha oda bent most senki sincs, észre sem vetted, hogy már rég a kezedben a kilincs. Hogy hova mész be vele, egyedül te döntöd el. Hidd el, hogy ez a srác most csak is erről énekel. Lassan járj tovább, és tudod, de az álmod futni nem hagyod. Mindig közel érzed azt, mire vársz, mire vársz. Valaki rád szól, a tűzzel játszol. Sosem lesz vége, oda ki mondja meg, mikor elég. Valaki rád szól, a tűzzel játszol. Sosem lesz vége, oda ki mondja meg, mikor elég. Mára ennyi fért bele a Csak a Zene című műsorba, jövő héten kedden ismét jelentkezünk itt a Trió TV műsorán, és a www.triotvdunantul.hu/csakazene oldalon. Kövessetek minket akkor is, meg a Facebookon is, várok mindenkit a képernyők elé, illetve a monitorok elé. Sziasztok!